Idén 13. alkalommal keverték fel a port a traktorok Nagyszokolyon, ahol a versenyt, gazdatalálkozót és családi napot a Civilek Nagyszokolyért Egyesület és az önkormányzat szervezte meg, és szervezi meg évről évre. Ez nagyon jó hírnév a falunak, és az ország bármely pontjára elmegyünk, ott mindenhol emlékezik, vagy emlegetik ezt a traktorversenyt. Hogy annyira kinőtte már magát, hogy nagyon sok helyen ismerik. Nagyon, mert Bakony Tamásiból nagyon sok helyről jönnek ide az emberek, azért, hogy itt megmérkőzzenek a győzelemért. A rendezvényen a hölgyeknek is biztosítottak versenyzési lehetőséget a szervezők, ők szlalomozásban mérethettek meg magukat. Az egész napos eseményen a traktorosokra több versenyszám is várt. A traktorosoknak van egy szlalomverseny, 150 lóerő alatt, 150 lóerő felett, van egy gyorsulási versenyünk, van egy női versenyünk, ami szalomban van, és egy veterán, ami ugye dútrákra orientálódott, azok versenyeznek ugyanúgy szalomban. Egy időmérő futamokkal kezdődik, utána az első 10, vagy ha nincs annyi, az első, amennyi éppen van, azok pedig összevetésbe, egyenes kiesés alapon jutnak el a dobogóik. A hagyomány nem szakadt meg, az önkormányzat tervei szerint jövőre kibővített programokkal várják az érdeklődőket augusztus első hétvégén Nagyszokolyban.